Nem csak a gyerekek, az intézmény vezetője is nehéz szívvel búcsúzott a két tanártól. Két olyan kollégáról beszélünk, aki köztiszteletnek és közszeretetnek is örvend. Én úgy gondolom, hogy a műsort, aki ezt látta, ez egészen egyértelmű. Emögé nem csak a kollégák sorakoztak fel, hanem a gyerekek is, mert egyöntetően úgy gondolták, hogy ők megérdemlik, hogy ilyen méltóképpen, ilyen felejthetetlen módon búcsúzunk tőlük. Ők mind a ketten visszafogottak, de nagyon határozottak. Kedves szigorúsággal tudják a tanítványaikat, ezeket a kiskamaszokat rábírni arra, hogy az órákon figyeljenek, és ezt a tárgyat próbálják velük, amennyire lehet megszerettetni. Bár mi is tisztában vagyunk azzal, hogy a reáltárgyak és a természettudományos tárgyaknak az átadása nem mindig egyszerű. És hát nehezen pótolható űrt fognak maguk után hagyni. Bodda Zoltánné elmondta, nehéz a búcsúzás, és a rengeteg tanítással eltöltött év szinte egy pillanat alatt elrepült. Én nem idevalósi vagyok, messziről jöttem, Pannonhalma, és ide jöttem férjhez. És amikor a gyermekem óvodáskorú lett, akkor körbenéztünk, hogy hol lehetne az olyan állást találni, hogy a családnak jó legyen. És Bogyiszlón kezdtem, és utána, mikor a kémia szakos nyugdíjba ment, akkor lehetőség volt arra, hogy ide jöjjek. És nagyon jó, a lányom, kislányom kezdte az óvodát, én kezdtem itt az iskolába. És mikor először bejöttem a tantestületi értekezletre, úgy, ahogy elhangzott a búcsú szövegbe, vagy a köszöntőbe, valóban szűk volt minden, és feszült, és tele izgalommal, tervekkel, hogy lesz. És kezdetben napközisként, majd kémiát tanítva folytattam a pályámat. Karácsonykor volt először, hogy ez a karácsonyi ünnepély, nekem ez az utolsó ilyen formában a gyerekekkel. És mindig, amikor volt egy esemény az iskolában, egy rendezvény, akkor azért belül felötlött ez. És most az utolsó hetek a eseményei, ez a sok szeretet, amit a kollégáktól kapok, meg a gyerekektől is, ez most úgy felerősíti ezeket az érzéseket. És hát a mai nap, az meg én ezt nem tudtam, hogy ez így lesz, és mikor megláttam a kollégájukat a sarkon, meg szembe másik kollégámat, akkor kezdtem meg gondolni, hogy itt valami van, de az, hogy minden gyerek ott lesz, azt nem gondoltam volna. Katzenberger Jánosné szívügyének tekintette, hogy megkedveltesse a matematika tantárgyat a diákokkal. 84-ben kezdtem a tanítást, 84 decemberében először Bogyiszlón kezdtem, és 86-ba kerültem már ide, először a Mozsi iskolához, utána pedig szintén az összevonás után ide a másik intézményhez, a Vosinskihoz. Matematikát, testnevelést tanítottam, és végig a 40 év alatt, amikor Mözsről elkerültünk, és átkerültünk egy másik iskolához. Számunkra akkor ez egy nagyon nagy fordulópont volt, és nagyon nehéz volt azt megszokni, hogy egy kis intézményből egy nagyobb intézmény részeként dolgozom. A gyerekek számára a matematika az mindig olyan, hogy egy nem szeretem tantárgy. És az a legfontosabb, hogy szeressék, és hogyha valamit szeretettel és szeretve csinálok, akkor azt előbb-utóbb tudni is fogom. A tanítványaim, ha nem is szeretik, de szívesen jönnek az óráimra, és én úgy érzem, egy óra hangulata, az megadja hozzá a szeretetet is, mert nem félelemmel jön a gyerek az órára.